Pár a kapuval és vízijátékkal hűthetik magukat a dobótérre látogatók. A szombati hőségriadó után a Városgondozás Kft. Fokozottan figyel a lakosság, illetve a növények védelmére. A kánikulában a város több pontján is vizet osztottak. Nagyon jól esik, és igazán egy okos, meg jó döntésnek találom, hogy így menet közben az ember fölfrissülhet, hogyha nem úgy készül, most én sem hoztam vizet magammal. A Városgondozás Kft. A frissítőpontok mellett a növények és az utak locsolására is odafigyel. Ezt a belvároson kívül is végzik. Erre azért van szükség, például a növények szempontjából, ugye, hogy a kiszáradástól megvédjük a növényeket, az útlocsolás az nyilván a lakosságnak a komfortérzetét javítja, a mai napon pedig három helyszínen a városban vízosztást szerveztünk. Elmondta, folyamatosan figyelik az időjárás jelentést, és amennyiben tartósan 30-35 fokot mérnek, megkezdik az utak locsolását. A növényeket minden nap, kánikulában szükség esetén naponta többször is locsolják. Az önkormányzat közleményében arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, ne a dél körüli órákban intézze fontosabb ügyeit, emellett a városban található ivókutakra is felhívják a figyelmet.